Tisztelegve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. Az előző percekben a Preludium Alapfokú Művészeti Iskola népének tanszakának növendékeit hallhatták. Kossuth üzenete eljött címmel dunántúli szabadságharcos népdalokat adtak elő. Köszönjük Ádám Lillának, Ijés Borbálának, Purcsá Cseperkének és Tesszeri Borbálának a színvonalas műsort. Tisztelettel köszöntöm ünnepi megemlékezésünkön megjelent Tesszeri Zoltán országgyűlési képviselő urat, Pálffy Károly polgármester urat, Bálint Istvánné alpolgármester asszony, városunk képviselőtestületének minden kedves megjelent tagját, Révész Zoltánt, Bicskevárosi jegyzőjét, a városi intézmények vezetőit, a városunkban működő vállalkozások megjelent képviselőit. Ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen a himnuszt.
tegnapi napon Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, nemzeti ünnepünk március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 167. évfordulója alkalmából a belügyminiszter előterjesztésére a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta kiemelkedő szakmai és példamutató hivatali tevékenysége elismeréséül Virág Mária asszonynak, a Bevándorlási Hivatal Bicskei Befogadó Állomás gazdasági osztályvezetőjének. Valamint Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter miniszteri elismerő oklevelet adományozott dr. Halász Györgynek, a Fejér megyei kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal Járási Főállatorvosának, több évtizedes, ügyfélközpontú közigazgatási, hatósági állategészségügyi munkája elismeréseként. A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, és munkájukban további sok sikert kívánunk. Felkérem Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt, tartsa meg ünnepi beszédét. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezzel a felszólítással vezeti be az 1848. március 15-i pesti forradalom híres 12 pontját. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezzel a felszólítással zárul Magyarország 2012. január 1-ben hatályba lépő új alaptörvénye. Tisztelt polgármester úr, tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt ünneplő közönség, kedves bicskeiek, kedves szlovátai barátaink! Szeretettel köszöntöm Önöket a március 15-i ünnepségünkön, melyen az 1848-as, 49-es szabadságharc emléke előtt tisztelünk. Vidmer Mária halálra ítélt szabadságharcos, tavalyi Bicskén, az 1956-os forradalom emlékére elmondott beszédében eképpen emlékezett. Hiszem azt, hogy a forradalmat a fiatalok tudják csinálni, mert ők nem törődnek az utána érkező következményekkel. Így volt ez 1848-ban is, hiszen a fiatalság idealizmusa elszántsága nélkül az a tavasz csupán egy csöndes bölcselkedés lett volna. De a reformkor politikusai után jött egy fiatal, radikális generáció, a márciusi ifjak, akik megragadták bátorságukkal a pillanatot, és szembefordultak a hatalommal a hazánk függetlenségéért. Az ünnep, a pihenés, a számvetés, a tervezés és erőgyűjtés, a megtisztulás és útkeresés ideje. Nemzetünk ezen a napon nem csak az ünnep alkalmából, és nem csak kívülről, hanem belülről a lélek is ünnepőbe öltözik. Szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik minden magyar szív, és egyszerre dobban. Együtt lenni, szembenézni a múlttal, álmodni a jövőt, de föltenni önmagunknak és egymásnak a kérdést. Ment-e az országunk általunk elébb? Mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott örökséget, magyarságunkat gazdagítsuk, gyarapítsuk, hogy aztán továbbadhassuk az utánunk jövőknek? Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a mi piciny országunk igenis ment elébb, nem is akárhogy, és nem is akármennyire. Őseink méltán lehetnek büszkék mi ránk. Hiszen a mostani szabadságunkért Petőfi Sándor legdrágább kincsét, az életét adta. Pedig annyi írni valója lett volna még. Vagy Kossuth Lajos, aki szülőföldje elhagyására kényszerült, és soha többé nem láthatta azt. Batthyány Lajos, aki a nagy és szép ügy hősi vértanúja, aki lelkét visszaadta Istennek, de emléke örökké élni fog a szíveinkben,
emléke élni fog az utolsó magyar, legutolsó lélegzetvételéig. És ha ma visszatekintenek ránk, biztos vagyok benne, hogy elégedettek. 160 év telt el a forradalom óta. Túlélt ez a nemzet két világháborút és több diktatúrát. A magyar szabadság eszménye bennünk van kitéphetetlenül. Szívünkben, lelkünkben, nemzeti önazonosságunk szerves része lett, úgy, ahogy 48-as eleink akarták a magyar szabadságot. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, mondja a szózat, nemzeti imánk egyik legszebbike. Kedves barátaim! A mi szabadságunk zászlaja nem véres, mint egykor 1848-ban volt. A mi szabadságunk zászlaján ez áll. Törvény, kitartás, akarat, együttműködés, szolidaritás, egymás tisztelete. Kötelez minket a múlt, az elődök példája. De még inkább kötelez a jelen, melyet gyermekeinktől kaptunk kölcsön, és nekik, amelyet azért kaptunk kölcsön, hogy nekik egy magyar, nemzeti jövőt építhessünk. A mai ünnep egyik üzenete éppen az, amit ezek az emberek jelképesen megtestesítenek. Hazánk minden polgára, a magyar nemzet minden tagja, együtt és állhatatosan, egyetértésben és békében szolgálja az országot. A magyarság, vagy éppen a szűkebb közössége javára, kiki a maga helyén, lehetősége és tehetsége szerint. Mindenki tekintse szívügyének az ország szellemi, lelki és anyagi felvirágoztatását. Nem csak a felnőttek, nem csak azok, akik részben vagy egészben megtették már a magukét, hanem a fiatalok is. Határainkon innen és túl. Tisztelt ünneplő közönség! Egykori eleink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvető célok, amelyek érdekében össze kell fogni. Akkori őseink lerakták az alapját egy olyan Magyarországnak, ahol megvalósult a törvény előtti egyenlőség, megvalósult a közteherviselés, a szólásszabadság, és hogy ezen alapokat le tudták rakni, az azért történhetett meg, mert birtokában voltak a bölcsesség kezdetének. A régiek, akik tiszta erkölcsi összhangot akartak a világban, először nemzeti életüket rendezték el. Akik el akarták rendezni nemzeti életüket, először otthoni életüket szabályozták. Akik otthoni életüket akarták szabályozni, először egyéni életüket művelték. Akik egyéni életüket akarták művelni, először a szívüket hozták rendbe. Akik a szívüket akarták rendbe hozni, először az akaratukat tették őszintévé. Akik akaratukat akarták őszintévé tenni, először eljutottak a megértéshez. A megértés a dolgok megismerésének felkutatásából származik. Ha a dolgok ismeretét elnyertük, akkor elértük a megértést. Ha a megértést elértük, akkor az akarat őszinte. Ha az akarat őszinte, akkor a szív rendben van, akkor műveljük egyéni életünket. Ha egyéni életünket műveljük, akkor az otthoni életünk szabályozva. Ha az otthoni életünk szabályozva van, akkor a nemzeti élet művelése az alapja mindennek. Lehetetlenség, ha az alap rendetlen, hogy fölötte rendes legyen az épület. Sohasem volt a világon olyan fa, amelynek törzse karcsú, s felső ágai nehezek és erősek. A dolgoknak oka és következménye van. Az emberi ügyeknek kezdete és vége. Ha az egymásra következtetés rendjét megismerjük, ez a bölcsesség kezdete. Őseink ezzel a bölcsesség elmélettel példát mutattak abban, hogyan dolgozhatunk mindannyian a magunk helyén, és a magunk lehetőségei szerint nemzetünk, lakóhelyünk és családunk javáért, amivel egyúttal saját javunkat is szolgáljuk. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a mai országvezetés ugyanezzel a bölcsességgel, ugyanebben a szellemben igyekszik megerősíteni országunk alapjait,
hogy a fölé épülő dolgok hozzánk, emberekhez méltóak lehessenek. Ehhez ad nekünk erőt és hitet, bölcsességet és kitartást, ó márciusi szél. Mutasd meg nekünk az utat márciusi nap, erősíts meg lelkünk március ídusa, minden magyarok ünnepe, hogy akarjuk, hogy együtt akarjuk, hogy bízzunk benne, hogy lehet, hogy csak együtt lehet. Legyünk továbbra is hülyek az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc hőseihez és üzenetéhez. Tiszta szívemből azt kívánom és kérem mindannyiunktól, legyen béke, szabadság és egyetértés. Köszönöm meg tisztelő figyelmet! Köszönjük a polgármester asszony ünnepi gondolatait. Most pedig fogadják szeretettel a Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Vajda színpadának emlékműsorát, melyben közreműködnek az iskola 11. B-osztályos tanulói, illetve a Szovátai Domonkos Kázmér Gimnázium és Szakközépiskola tanítványai, akik a határtalanul pályázat keretén belül az idei évben velünk ünnepelhetik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét. Városunk diákjai pedig Szobátán fognak megemlékezni június 4-én a trianoni békeszerződésről. Ezen a napon 1848. március 15-én reggel, 8:30 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult tovább, sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Maroki fegyvertelen csapatjához volt az Üskos utcán. Kitért útjukból Targonca, Lovasszeker. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek. Mégis amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakok, a járók előtt ámulva álltak meg. Itt is, ott is lépett valaki a járdáról és csatlakozott a menethez. Mentek, hogy maguk mellé megyék az egyetemistákkal, a pesti népe. Mentek, hogy kiverekedjék a magyar szabadságot, vagy meghalljanak értetni. Ez a nap nemzeti ünnepünk, a magyar szabadság, a magyar demokrácia születésnek. Bizonyosan nem véletlen, hogy a történelmi sötétségben először a fiatalság jutott emeltek fel a felét. A szabadságért indultak harcba, és sokan közülük hetekkel, hónapokkal később az életben adták ezért. Mi a szabadság? Felemelő fogalom. Jelent felemelt fejeket, nyílt tekintetet, jól hallható szót. Ami történt azon a napon, egy nemzettel történt. A szereplők húsvér emberek voltak, akik nem gondolkoztak életről, halálról, csak hittel, lelkesedéssel tették, amit kell. Ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt a
amikor szabad lett, a magyar sajtó a történelemben először és fellobban a forradalom lángja. Azonban tudnia kell. Azoknak az áldozata,
kiknek felemelt fejét erőszakkal meghajtották, s messze hangzó szavukat durván elfojtották, nem volt hiába való. Megállt a hóhér, szantál, letelt a szörnyű óra. Némán merednek a szemek a hosszú sorbitóra. Arad felett holló repülés döbbent iszonyat, borzongva áll az ezredes s a hű császárival. Nincsen egy hang, egy rezdülés, csak dermet rémület. Aulis lábánál sír a pap, megve egy kis gyerek. Sarkon fordul az ezredes, lecsett parancs szava. A bataljon bevonul, irány a laktanya, okuljon tiszt és közlegény, íme kilenc vitó, emig bűnhődik, értitek? Mindegyik lázadunk. Kengyelbe lép, rovára száll, elvágtat, mint a szél, s nyomában vezényszó üvölt, s dobó felhése szól. 400 morva gyalogos némán tovább vonul, a lázadók oly csendesek, csak függnek szóltam. 4 morva század eldobog, nem néz se jobbra a balra, riadtan lép a sok bakancs a fekete borra. 200 áll még csendesen az indulásra várva, és nézi, hogyan leng Vibek hős damjanista tárga. De szóriad és karcsúdik, s a 200 is dobban, s 200 lengyelre tuta megindul hosszú sorban. Se kürt, se dob, se szó, se hang, a fejek földre szegve. Sose volt még így gyászos had a császári seregbe. De lám, hogy íme odaér a bitósor elébe, kifeszül minden puskaszi a lengyelek kezébe, kifeszül minden szálderék, s mint a parancs lett volna, úgy lendül jobbra minden arcs, néz a bitófa sorra. És döngve megdobban a föld, mint a förőjel vágnák, 400 bakancs dübörgeti az őszi tarló hátát. Hőkölnek mind a tisztulak, de ez se szól egy szót se. Bejó is, hogy az ezredes már elment, mi szerencse. S a tiszturak, őrmesterek, dobosok, trombitások épp úgy verik a tartukat, akár a püssülások. Döngő léptekkel úgy megy el a néva díszmehet, hogy aki látja, felzogok, s az arcán könyv ered. Se hűrt, se dob, se szó, se hang. S mégis, szörnyű kemény parádét vágott a gyepen 200 lengyel legény. Pedig csak 9 facölött, s rajt 9 halott. S a lázadon nincs faszamány, se fényes csillag. Se kürt, se dob, se szó, se hang a dirítőt fűszélen, csak mintha a holt damja nincs bókolgatna a szélben. Se kürt, se dob, se szó, se hang, csak 200 rekruta úgy veri ott a defilét, hogy nézni is csura. Szájuk remeg, szemükbe könyv, arcuk halott is állhat. De ilyen díszes parádét még a császárnak sem láttak. Csodák pedig történnek íme feladat. Káprázva nézi ezt a szem. A rúdítók száraz cülöpje kihalt, és virágot terem. Csak egy van, mit a korszak meg nem ért. Hogy értek rá meghalni a honért? Bill, the Lord, Lord.
Dononkos Kázmér Gimnázium és Szakközépiskola és a Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak méltó műsorát, amely Pap Istvánné, Patyiné Varga Anna Mária és Vas Katalin tanárnők munkáját dicséri, valamint a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek, illetve felkészítő tanároknak Konkoly Csengének, hogy előadásukkal emelték megemlékezésünk színvonalát. Palotájában lép fel Bicskei tanítványaival. Megemlékezésünket a hagyományokhoz megfelelően koszorúzással folytatjuk a Kossuth szobornál.